Peggy 18. Hello, fiúk, lányok! A mai napon a kutyagumi harctéren való használatáról fogunk egy kis bemutatót tartani. Na jó, nem csak vicceltem. Hát látható, hogy Postán úr állatkísérletekkel foglalkozó embereknél kapott állást, és hát nem nagyon teszik neki ez a helyzet. Sajnálja a jószágot, és beengedte a hippiket, hogy szabadítsák ki a jószágot. Ennyi a történet. Nagyon durván, de természetesen ezt az ott dolgozó úriemberek nem nagyon akarják hagyni. Úgyhogy az a feladatunk, hogy segítsük a hippiket a Be Free kiszabadítási akcióba. És hát, mint látható, porszívóval a kezünkbe szépen kinyitogatjuk itt a ketreceket, és kiengedjük a jószágokat. És utána eluralkodik itt a helyszínen a káosz, mint már hallható is kezdetét is vette, többé-kevésbé. Na, de nekünk nem nagyon kell foglalkozni ezzel, hisz az elsőleges feladatunk az, hogy az összes ketreset kinyissuk, majd ezután történik megint valami, úgyhogy lássunk is hozzá a feladathoz. Kutya, macska, döglött jószág, minden van itt. Még szerencsé, hogy annyira nagyon nem bántalmaznak minket. Mert több kethez van, mint gondoltam a fenébe. Na, azt hiszem még, itt már végeztem az emeleten, úgy látom, úgyhogy gyorsan le kéne menni, hanem át a másik oldalra, mert bizony ott is van, itt körben mindenütt ketrecek vannak. Hát igen, ezt a Greenpeace megirigyelni ezt az akciót, az biztos. Még jó, hogy olyan feladat nincs, amiben kékbánákat kell kiengedni, mert az azért kicsit komolyabb meló lenne. Jaj, na, de látható, hogy jömlik is befele a jó nép erre a területre, úgyhogy nem maradt túl sok időm, amíg engem észre nem vesznek a rendőrök, és el nem kezdenek pusztítani. Hát itt az emeleten végeztünk, úgy látom, úgyhogy már csak lent lehet valahol valami animál. És közben a rendőrök, hát persze, mivel mindig a polgárok oldalán állnak, így engem lőnek meg elsőnek. Igen, ezt is sikerült kinyitni. Elszaladunk emellett a rendőr mellett, mert nincs annyi időnk, hogy foglalkozzunk vele. Ezt is kinyitjuk, ezt is kinyitjuk, ezt is kinyitjuk. És, ó, még itt van ez is. Na, remélem ez lesz az utolsó. Ó, és már is jön a videó. Ú, de sejtelmes, kinyílt egy ajtó. Ú, hát oda be kell menni. Hát ez nagyon-nagyon, hogy is mondjam, hát kreatív egy videó volt, hát kinyílt egy ajtó, és akkor most mi bemegyünk azon az ajtón, természetesen most már automata fegyverrel felvértezve, mert hogy a kedves dolgozók is hasonszörű tárgyakat vettek a kezükbe, és bizony porszívóval most nem sokra mennék. De mit a Isten, mindig van nálam egy nehéz géppuska ilyen esetekre. Ajajajajaj. Na, pusztulj meg, te! Olyan sötét van, nem látom hányan vannak. Ezzel is sikerült végezni, imádom, amikor végezhetek ilyen kórházi meg mindenféle dolgozókkal. Egyik kedvenc hobbiaim egyike. Na. Kedves úriember, húj elő, az jó, van, sikerült vele is végezni, úgyhogy már is mehetünk tovább a még rejtelmesebb részlegre, mindezt kutyagumi társaságában, mert hát szétszórva az úton, bizony itt állat végtermékek vannak. Azt amúgy nem is igazán értettem, hogy ezt a készítők, hanem most azt még oké, hogy értettem, hogy lent, mit tudom, a ketrecek környékén van, de mit tudom, mint a folyosókon azért annyira nagyon nem számítottam rá. Mindenesetre azért még mindig jönnek a dolgozók, nem nagyon akarnak leszámolni, de majd én leszámolok velük. Azt mondja. Na. Ó, és ott van a kis hamis, hogy elbújt a drága jegyből ketté lőttük. Szegény, hát ez is jó bírta azért. Na, talán már ennyi volt. Nézzük, itt nincs, ó, ott egy ajtó, és megint egy videó, te jó Isten. Ó, és ott van a nagyon gonosz doktor, aki buzerálja a monkey-t, szegény monkey, néz, hogy buziskodik, ja Istenem, ne. Na, hát látható a feladatunk, szépen el kell bánnunk a doktorra, de mivel a monkey
még az ő irányítása alatt áll, így hát folyamatosan zavarni fog minket, és így nehezebben tudunk leszámolni a kedves doktorral. Ó, doktor úr! Meg a játék egyik sajátossága, hogy nem olyan egyszerű ám itt ilyen főellenségekkel végezni, mert elég nehéz ilyenkor az irányítás, hát mondjuk rugdosni meg ilyeneket lesz lehet, de folyamatosan jön ránk ez a rák a szerencsétlen majom, akit ki kéne, hogy szabadítsunk. Meg az egy játéknak az egyik hibája, hogyha megfelelően sarokba tudjuk szorítani az emét, akkor onnan nem mozdul és szétverhetjük a fejét kedvünkre. Anélkül, hogy bánki bántana minket, meg ilyenek, úgyhogy most is erre próbálok törekedni. Már amúgy egy kicsit, tehát egy darabig eltartson, amíg levinném szépen az élet csíkját. Mint látható azért kb. Fél perc alatt bírtam ennyit levakarni róla, és még korán sincs vége. Hiszen majom folyamatosan tépi a hajunkat. Milyen kedves monkey. Kár, hogy nincs nálam magyaró, mert akkor le tudnám egy ezzel a dolgot. Lefizetném a majmot, aztán szétverném a doktort. Ah, micsoda meló. Na. Talán majd most. Ó, menekülni próbál a drága, de nem, elkapom, és belerúgok a sejhajába, nézhet a szemét. Azt a hosság berúgtam, te jó ég. Na, ne menekülj. Úgy is elkaplak, az beléd is rúgok, te. Homeless. Na, olyan szépeket terül, hát ezt naposztat elbírnám nézni. Kicsit halkórabbra veszem a figurát, hát ha így kevésbé tud engem abajgatni a majom, és mit látható le is döbbent az ámulattól. És már egy jó ideje nem mászott a hajamba, úgyhogy úgy néz ki, hogy ezt elkiabáltam. Azt akartam mondani, hogy ez kifizetődő egy technika volt, de nem jött össze. Na, és most sikerült sarokba szorítani, áldalja majom. Nem baj, nem tud innen elmenni, és most szétverem a fejedre, szétverem te szemét, áj, szekény feje. Ezt nézzétek, csak úgy megy lefele az élet erőcsíkja, és hölgyem és uraim, kiütés egy győzött, postal dude, vigana die. Na, új fegyverre tettünk szert, aminek a neve nem más, mint Hyperactive Monkey, ami nem tudom mire lesz jó, mert egyszer nem használtam a játék alatt, de biztos jó valamire. És a kutyánk is visszatért egy rövid kör erejéig. És így kiszabadultak az állatok, micsoda hősök lettünk. Oh, good job, yeah. Na, és miután ezt sikerülsen kiviteleztük ezt a feladatot, sétálgatunk az utcánkon, amikor is egy néger faszi ránk akaszkodik, hogy csatlakozzunk mit tudom én mihez, vagy fizessünk be mit tudom én mire. Hát nem tudom, már nem is nagyon érdekel. De a dialektusból azt veszem le, hogy nagyon izgalmas dolog lehet az, amiről beszél. Kutyánk csámpasz hamarosan értékelni is fogja ezt a dolgot. Csamp, mit művelsz? Csak a felétedd meg. Nos, hölgyem és uraim, köszönöm szépen, hogy végignéztétek az újabb Postal 3 végjátszást. Találkozunk a következő résznél. Sziasztok!